Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán Politika, a Partizán politikusi politikai tóksója. A mai vendégem Révész Máriusz, a Fidesz országgyűlési képviselője, kormánybiztos. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképp nyilatkozatok fel a csatornára, ha mi nem tettétek volna meg. Ha pedig kíváncsiak vagytok nem csak erre a vágott, szerkesztett verziójára a beszélgetésnek, hanem a teljes vágatlanra is, akkor iratkozatok fel a Patreon csatornánkra. Ehhez a linket eléritek a leírásban. Kezdünk. akkor nagy szeretettel köszöntöm Révész Máriusz a stúdióban. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Hosszú politikai pályafutásán mögötted, és most egy életút interjúra érkeztél, egy picit menjünk vissza a rendszerváltás előtti időkbe. Ugye te az első László gimnáziumban Kőbányán érettségiztél, az korábban, vagy pontosabban most már Szent László gimnázium. A politikai öntudatra ébredésnek van bármilyen meghatározóbb emléke ebből az időszakból számodra? A Szent László gimnáziumból nincsen. A politikai öntudatra ébredésem az már Egerhez kötődik a főiskolához. Akkor a min tanárképző főiskolára jártam matematika-fizika szakra. Ott történt, hogy elég gyorsan észrevettem, hogy azokkal a azokkal a fiatalokkal vagyok jóba, akik, akik már ott mozgódtak, az ugye a rendszerváltás hajnalán volt, az már az előkészülete időszaka volt, és aztán, amikor megalakult az agriakör, akkor így e felé a társaság felé sodródtam. Én nem voltam, én nem ideológiai alapon voltam képzett abban az időben, inkább így így, még egyszer mondom, hogy reál szakokkal foglalkoztunk. Ugyanakkor a családból olyan indítatást hoztam, hogy olyan nagyon-nagyon nem lelkesedtek az előző rendszerért, bár, bár nem volt otthon politizálás, inkább távol tartották a szüleim magukat ettől. De voltakuk, hogy ne legyenek az előző rendszernek a hívei. Ilyenok okai voltak erre. Egy polgári családból származunk, és egy kicsit visszamehetünk az időben, akkor a nagyapám az jogász volt a déd nagyapám meg gimnáziumi igazgató, itt egy belvárosi iskolának volt, egy gimnáziumnak volt az igazgatója, aztán a nagyapám jogász volt, és elvitték őt a, a háborúban a mert a fővárosi önkormányzatban ilyen kitelepítéseket szabotált, és ott adta a nagymamám öt gyermekkel. És ennek ellenére, hogy a nagymamám ott öt gyermekkel, az ő házukat államosították. Egy egész kis részt tarthattak meg a nagyszüleim, anyai ágon pedig, pedig a nagymamám az Zorg lány volt, a dédnagymamám. ugye Zorg Antal az a két világháború közötti időszak egyik legismertebb építésze volt, és nekik is volt egy családi házuk kőbányán. Ők jobban megúzták, mert oda két vagy három másik családot költöztettek be a háború után, úgyhogy a szüleim aztán szépen ezt a házat, ezt visszavásárolták, tehát a saját házukat idővel visszatudták vásárolni, és most ott lakom. Úgyhogy egyik házat azt elárv, elfoglalták, a másikat meg vissza kellett vennünk, úgyhogy hát azt hiszem, hogy ez önmagában is, önmagában is elég ok. Meg hát a családban voltak pap nagy, bátyái, mind a ketten ültek, mert elmentek fiatalokkal kirándulni, hogy ezt ugye titokban Éh titokban mesélték a szüleim, nem verték ezt a soha nagy dobra, de amikor mi is mentünk ilyen templomi kirándulásra, még gimnazista korunkban, akkor mondták, hogy iskolába ezt nem nagyon mondogassuk. A rendszerváltás után, vagy a rendszerváltás idejében ugye a Fideszhez csatlakoztál, és az oktatáspolitikai kabinetnek lettél a tagja, aminek akkor a vezetője Fodor Gábor volt. De valóban úgy történt, hogy a Kulturális Oktatási Sportbizottságnak lettem Kőbányán az elnöke, innen egyenes út vezetett az oktatási kabinetbe. Fodor Gáborral dolgoztunk együtt, és jóba is voltunk. Milyen benyomásod volt a Fodor Gáborról? Hogy vezető azt a kabinetet? Gáborról nagyon jó benyomásaim voltak. nagyon szimpatikus fiatalember volt, széles látókorű, művelt, hozzám képest a, a politikai látásmódja az lenyűgöző szélességű volt. Én nagyon sokat, nagyon sokat tanultam Gábortól. Később, amikor a Fideszben a, a Orbán-Viktor-Fodor-Gábor közötti konfliktus kieleződött, én elég sokáig egyébként a, a, Gábor mellett, a Gábor mellett maradtam. Itt azért már látszott egy-két dolog, tehát hogy a, a Gábor az messze-messze nem szervezte olyan hatékonysággal a, a csapatát, nem dolgozott benne annyit. Sokat egyeztettünk, de aztán a, a munka, amit megbeszéltünk, az nem mindig, nem mindig lett tökéletesen elvégezve. Akkor a morál -e beli differencia az, ami megkülönböztette Orbán Viktor Fodor Hát nem tudom, hogy, hogy, biztos, hogy nem csak ez, de, de biztos, hogy a miniszterelnök úr az rendkívül sokat és rendkívül rakkolósan és szorgalmasan tud dolgozni, hihetetlen munkabírása van. Gábor az mondjuk úgy, hogy kényelmesebb, kényelmesebb, volt. Ez együtt, amikor Fodor Gábor elment az SZDSZ irányába, Nekem már így a családi indítatásomnál fogva is, nekem arra nem volt nem volt utam. Tehát, hogy én tovább itt többekkel jobban voltam abból a, a csapatból, de én nem tudtam elmenni a, a, abba az irányba, amiben 94-ben az SZDSZ-el indult. A 2000-es években több parlamenti felszólásodban is hivatkoztál a PISA számokra, a PISA felméréseknek a különböző számaira, mint ami az oktatási teljesítmény egyik ilyen megalapozott bizonyító alapja. Például az egyik felszólásodban így fogalmaztál: A PISA felmérés is mutatja, hogy Európában talán sehol nincs iskola és iskola között akkora különbség, mint éppen Magyarországon. Nagyon-nagyon kevés helyen befolyásolja az OECD országok közül a gyerekek életesét az, hogy milyen családban született. Magyarországon ez alapvetően determinálja. Ezt ugye 2010 előtt mondtad. A PISA számokat a mai napig ilyen értelemben meghatározó és hivatkozható viszonyítási alapnak tekinted? A PISA számok tekintetében sajnos nem javult nagyon sokat a, a helyzet. Miért de... nem tudott változni 11 év a... Én azért bízom benne, hogy, hogy valamennyit, valamennyit javult a helyzet pontos, pontosan abban. A pont... Pontosan abban, hogy iskolák és iskolák között szerintem most kisebb, kellene, hogy legyen a különbség. Szerintem finanszírozás tekintetében biztos, hogy jelentősen kisebb a különbség. Most az iskolákban a tanulók teljesítményére beszélnek. Ezt tudja mutatni, hogy is a PISA felmérés. Hát, valóban nem, 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 javult túlságosan sokat a helyzet, Ezt, ez az adatokból, adatokból látszik és bizonyos értelemben, bizonyos értelemben, ez nehezen is magyarázható, hiszen már több lépésnek be kellett volna érni, illetve azért is furcsa, hogy nem tudja a társadalmi mobilitást ösztönözni a magyar oktatási rendszer, mert ha megnézzük, akkor Magyarországon nagyon-nagyon sok tanár dolgozik az oktatásban, a nemzetközi összehasonlításban száz diákra vetítve, hogy megnézzük, hogy egy tanára mennyi diák jut, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok tanár jut, és van napközi, ami egyébként számos európai országban nincsen, Romániában egyébként a gyerekek még sem részesülnek az általános iskolában. Tehát nagyon sok pénzt költünk arra, hogy sok tanár foglalkozna a gyerekekkel. Ennek egyébként meg kellene jelennie abban, hogy a társadalmi mobilitás csatornáit megnyitjuk, mégsem történik, mégsem történik meg. Ugye ez azért különösen tragikus, mert hogy pont a 2018-as PISA felmérés megállapításai között látjuk azt, hogy a magyar iskola rendszer az egyik legszelektívebb. Én megnéztem direkt azt, hogy mondjuk mondjuk azonos méretű, vagy gazdasági helyzetű országok a környéken, mondjuk például hányszor nagyobb az esélye annak, hogy hátrányos helyzetű tanulóknak, előnyös társadalmi rendelkezőknél alul teljesítenek jobban, tehát hogy a társadalmi helyzetük miatt egész egyszerűen nem tudnak jól teljesíteni, és ez Magyarországon tízszeres, tehát tízszer nagyobb az esély annak, hogy valaki hátrányos helyzetből érkezve alul teljesít a jobban, a jobban szituáltakhoz képest. Ez Csehországban hétszeres, Szlovákiában hat és félszeres, de Szlovéniában csak négy és félszeres. Még egyszer mondom, ez az elkövetkező időszak a oktatáspolitikának ez egyébként egy hiányzott? nagy... Elmúlt 11 évben, majd hogy nem megszakítás nélkül alkotmányozó többsége volt a Fidesznek, mi hiányzott ahhoz, hogy ez változzon érdemben? Bevallom, nem tudom megmondani. Nem tudom megmondani, kísérletek, kísérletek történtek. Az első kormányok idejében talán Arany János programnak nevezték azt, amikor direkt hátrányos helyzetű gyermekeket céloztunk meg, és próbáltuk jó, jó minőségű gimnáziumba bejuttatni őket. Utána számos lépés történt, még egyszer mondom, három éves korú iskolás, három éves kortól óvodáztatás, az iskoláknak az egységes finanszírozása. Én azt gondolom, hogy ezek alapján jobb eredményt kellene, hogy kijön a rendszerből, nem történt meg. Nem foglalkozom azóta az oktatáspolitikával, gondolkoztam rajta, de nem tudtam. Tehát, miközben a 2010 előtti majdnem két évtizedes politikai karrierednek meghatározó eleme volt az, hogy oktatáspolitikában pozícionált magad, nagyon fontos parlamenti munkát végeztél. 2010 után, amikor végre a politikai hatalom összeállt ahhoz, hogy ezeket az elveket, amiket előtte nagyon következetesen képviselt. Itt tényleg megnéztük, folyamatosan arról beszéltél, hogy az oktatás politikának hogyan kell egy egyenlősítő, társadalmi mobilizációt erősítő politikának a szolgálójává válnia, és 2010 után úgy tűnik, hogy te ebből tökéletesen kiszorultál, a kormányzat pedig nem tette meg a szükséges lépéseket. Még egyszer mondom, hiszen a kormányzat sok lépést tett, de ugye az nem titok, hogy amikor Pokorni Zoltán és, és Huffman Rózsa oktatása politikája között voltak kisebb-nagyobb eltérések. Én egyértelműen ahhoz a vonalhoz tartoztam, amit Zoli képviselt, és nem is gondoltam azt, hogy nekem ilyen nagyon-nagyon hangsúlyosan szerepet kellene vállalnom, abban a fajta oktatáspolitikában, ami irányba elmentük. Szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, a tanárok fizetését rendezzük. Nagyon-nagyon azt jelentett, lassan... hogy az még mindig nem sikerült. Hát ezt nem kell kijelenteni, az, az elég egyértelmű, amikor a, a gyakornoki fizetés, meg a, a fizetés, az a garantált bér bérminimum alá csúszott. nem ezt kommunikálja, tehát Kásner Miklós mindenhol azzal rodeózik, hogy egészen elképesztő társadalmi megbecsültség van a pedagógusoknak. A pedagógusok meg néznek ki a fejükből, hogy hát ez hol van ez a megbecsülés, mert ők nem tapasztalják. A tanári fizetések azok, azok kimondottan alacsonyak Magyarországon, másokkal is összevetve külfölddel is, belfölddel is, és én teljesen biztos vagyok benne, hogy, hogy ezt néhány éven belül rendezni kell, tehát kell egy nagy levegőt venni, és hasonló, amit az egészségügyhöz rendezni kell az oktatásban dolgozók bérét. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy, hogy jó tanárok legyenek, többen jelentkeztenek. Szerintem, szerintem ennek is lehet némi szerepe abban, hogy, hogy nem sikerült fejebb zárkózni. Az kijelenthető itt az integrált oktatás vagy? Alapvetően kijelenthető némi, fent, némi fenntartással, mert én tanítottam is, a feleségem is most is tanít, és azért vannak, vannak feltételek, és amikor ezt meg lehet, meg lehet csinálni. És tényleg azt tudom mondani, hogy ez nagyon-nagyon egyszerű itt mondani, hogy az integrált oktatás hívei vagyunk. És itt egy ilyen régi politikai vitámot hadd hozzam elő, mert szerintem ebben sok minden benne van. Kovartenbach Jenő volt az ombudsman, amikor bizottsági ülésen meghallgattuk, és hát én nem is tudom, talán Sári iskola ellen éppen küzdött, hogy ott felszámolják az integrációt, és saját iskolát próbálnak a szülők összehozni a gyermekeiknek. Tehát, hogy a nagyságrend egyébként, tehát tényleg arról van szó, hogy amikor a saját gyerekéről van szó az embernek, akkor szeretné, ha olyan osztályba, olyan iskolába járna, ahonnan a továbbtanulásához egyenes út van. És ezen a bizottsági meghallgatáson Kaltenbach Jenő sok mindent elmondott, és hát egy ilyen kisebb fajta botrány lett, amikor megkérdeztem, hogy egyébként milyen iskolába járnak a gyerekei. Hát hatosztályos gimnáziumba. Tehát, hogy, hogy innentől kezdve azt nagyon-nagyon könnyű mondani, hogy Lenvidéken, Dabassáriban, ti legyetek integrált iskolába, de én beiratom hatosztályos gimnáziumba a gyermekeimet, egyetlen egy, egyetlen egy cigány, meg problémás, meg hátrányos helyzetű osztálytársa nincs, de azt elvárom mindenki mástól. Tehát, hogy itt ez nyilván egy-két részben a szabad iskola választásnak egy következménye, de azzal például akkor nem értesz egyet ezek szerint? Az az igazság, hogy, hogyha szétnézünk Európában, akkor, akkor, azokban az országokban, ahol, ahol például Finnországban, ahol ezekben a társadalmi mobilitási mutatókban jól teljesítenek, azokban az, iskol, azokban az országban, vagy Svédországban is talán, emlékeim szerint ott nincs szabad iskola választás, ott mindenkinek körzetes iskolába kell járni. Most Magyarországon ez azért sem működik olyan hatékonyan, hiszen körzet és körzet között is rendkívül nagy különbség van. Ugyanakkor a szabad iskola választás, a szabadiskola választás egyébként pontosan a különbségek növekedéséhez vezet. De Magyar... Magyarországon... ez ez az, hogy a szegregációt erősíti. ez, teljesen egyértelműen így van. Ugyan... nem kívánatos? Az nem kívánatos, de lehetetlen Magyarországon a szabadiskola választást megtiltani. Tehát ez egy... Az elképzelhető, hogy ennek súlyos társadalmi költségé van, de akkor az azt kijelenthetjük, hogy ez mondjuk a rendszerváltás egyik nagy tévedése volt? Oktatás politikai fronton? Hát nem is biztos, hogy ez volt a, a legnagyobb tévedése. Szerintem a legnagyobb tévedése az az volt, hogy az iskola szerkezeti kérdéseket elengedte. Sokféle oktatási rendszer van a világon. Van, ahol 8 plusz 4, van, ahol 4 plusz 8, van, ahol 6 plusz 6. Olyan az én nagyon kevés helyen van, mint, mint Magyarországon, hogy van talán alapvetően egy 8 plusz 4-es rendszer, de negyedik osztály után a legjobb tanulókat lehalásszuk 8 osztályos gimnáziumba, aztán hatodik osztály után megint, megint lehalásszuk. Ott, ott maradnak nagyon sokszor értelmezhetetlen létszámban, a legügyesebb gyerekek elmennek. Tehát, hogy ilyen kaotikus iskolarendszer egyébként valójában nincsen Európában, mint ami Magyarországon van. És igazán ez szerintem még sokkal nagyobb, még sokkal inkább magában hordja az egyenlőtlenségeket, mint, mint egyébként a szabadiskola választás. És még egyszer mondom, hogy itt ütközünk bele abba a körbe, hogy akiknek hat meg 8 osztályos gimnáziumban jár a gyerekük, azok nagyon-nagyon lelkesen, nagyon-nagyon lelkesen szídják mondjuk a gyöngyös pataiakat, hogy figyeljetek, ti most képesek vagytok gyöngyösre vinni a, a gyermekeiteket iskolába, pedig a szülők ezt csak azért teszik meg, mert szeretnék, hogyha olyan osztályba járna a gyermekük, ahol tudnak tanulni, tudják tanítani őket a tanárok, és van esélyük tovább menni gimnáziumba. Beszéltél valahol, Hormán Viktor az elmúlt tíz évben arról, hogy milyen irányt vesz az oktatáspolitika Magyarországon? Oktatásról nem beszéltünk, miniszterelnök úrral. Tehát ezeket, amiket most itt elmondtál nekem, ezeket nem tematizáltad neki? Nem, én nem beszéltem miniszterelnök úrral oktatásról, népesedéspolitikáról, sok egyébről igen, oktatáspolitikáról nem. Tehát miután én, én kijöttem, eljöttem arról a területről, én azt a területet elengedtem. Tehát, hogy ott vannak olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak, és az oktatáspolitikát, oktatáspolitikával én, hát nem is tudom, 2014 óta nem, nem nagyon foglalkozom. Ez egy lemondás vagy elfogadása a helyzetnek. más feladat, más feladat volt. Talán amikor, talán amikor elindultam onnan kifelé, akkor, akkor még volt bennem olyan igény, vagy hogy kellene ezen a területen maradni, most az igazság, hogy nincs. De miért te azt gondolom, hogy érted a politikai családotok vezetője, aki nyilvánvalóan egy jelentős politikai teljesítményt tett le az asztalra 2010-től kezdődően azzal, hogy biztosította az egységét ennek a, a politikai jobboldalnak Magyarországon. Miért nem vetett föl neki azokat a fenntartásai, a kritikáidat, amiket most itt megfogalmaztál, azt az irányt illetően, amit oktatáspolitikában vett a Fidesz? Hát többször, többször, azért felvetettem frakciülésen 10 és 14 között, tehát ott a budapesti képviselők például többször jelezték, hogy nem lelkes hívei, hogy, hogy az önkormányzati fenntartásból átkerüljenek az intézmények államfenntartásba. Volt, amikor amikor annak érdekében szólaltunk fel, hogy lehessen összevonni a testnevelés órákat is lehessen a mindennapos testnevelés keretében dupla testnevelés órákat tartani. És egy-két kérdésben, még egyszer a 2014 előtti időszakban én, én elég aktív voltam. Utána, utána azért nem voltam aktív, mert nem ezzel foglalkoztam. Tehát más területre mentem át, amikor népesedés politikával bíztak meg, hogy ott egy csomagot dolgozzunk ki, akkor az volt az én feladatom az én feladatommal foglalkoztam, és mindenki, ami az ő feladata, azzal kapcsolatban tegye meg a szükséges lépéseket. Tehát, hogy Mindjárt fogunk beszélni népetes politikáról, már az is egy izgalmas terület, most még csak az oktatáspolitikához mennék vissza, hogy itt Orbán Viktor akarata döntött akkor azokkal a szempontokkal szemben, amiket most az előbb elmondtál? Még egyszer mondom, hogy Orbán Viktor szempontjai, bármilyen hihetetlen egyébként pont ezek a szempontok. Tehát Orbán Viktor pont azért döntött arról, hogy, hogy egységesíteni kell a fenntartását az oktatási intézményeknek, hogy azok a különbségek, amelyek teljesen egyértelműen látszottak az önkormányzati fenntartása következtében, azok a különbségek eltűnjenek. Családi adókedvezmény. Abban egyet értünk, hogy a tudatos gyermekvállalók körében felteltően az anyagi helyzet a legfontosabb kérdéskör, ami alapján döntés hoznak arról, hogy vállalnak egy gyermeket, hány gyermeket vállalnak, hogy meddig tudnak ebben a vállalásokat felelősséggel tenni? Hát, hogy ez a legfontosabb, azt nem tudom, de hogy, az egyik fontos, hogy, hogy, fontos, az, fontos, az biztos. Abban egyetértünk. Akkor ebbe tekintetben nem hiba, hogy pont a népesedés politikájára különösebb műszke kormányzat 2010 óta nem növelte a családi pótlékot? Ha megnézzük a családi támogatásokat, hogy mennyit kapnak a családok, akkor hihetetlen mértékű növekedés van. A családi pótlék az, az ennek egy kis eleme. és a Fidesz kormány népesedés politikája egyébként pontosan azt mondja, hogy azokat szeretné támogatni, akik a gyermekeiket munkából szeretnék felnevelni, és akik dolgoznak is, azok még egyszer mondom, nagyon-nagyon sokat tudtak előrelépni 2010 óta. Ez minden, minden számomra De ugye a, 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 a munkavállalás kérdése az Magyarországon nem szándék kérdése, pláne nem az egy válság idejében, amikor munkahelyek tízezre is szűnnek meg, és emberek nem azért nem dolgoznak feltétlenül, mert nem akarnak, nem mert egy, a pandémia nem engedi kettő, ha engedi is, nem feltétlenül van munkahely, ami fölveszi őket. Egy ilyen helyzetben nem volna szükséges az univerzalisztikus alanyukon járó támogatásoknak a növelése? azt kell mondjam, hogy megint csak, megint csak ne, nem értek egyet vele. kétségű, itt a pandémia ebbe a helyzetbe nagyon sokat zavart, de én nagyon sokat eljárom az országot, és mindig kérdeztem, hogy polgármesterektől, hogy mennyi közmunkás van a településen is. Például azt hiszem, Harsányban, egy Délborsod megyé település, mondták, hogy hát itt már, itt már, alig van, elfogytak. Tehát itt most már tényleg csak, csak a nagyon problémás emberek maradtak közmunkában, itt munkaerőhiány van. És mondtam, hogy tehát Délborsodban én azt hittem, hogy, tehát Borsod megyében azt hittem, hogy, hogy, hogy még nagyon munkanélküliség. Azt mondták, hogy Délborsodban munkaerő hiány van. Tehát például Ózdon, ma jelenleg az önkormányzat ellen foglalkoztató, mert az összes piaci gyár, vagy bárs olyan termelő egység, ami ott eddig működött, az, az megszűnt, csődbe ment, föl fog számolódni. Korábban egyébként kormányzati támogatást kapott cégről beszélünk, ami most elbocsájtja a dolgozóit, de tudnánk még további cégekről beszélni, akik jelentős létszámleépítést jelentettek be az elmúlt hetekben, hónapokban. Nem azt tűnik, hogy munkaerő hiány lenne, hanem pont azt, hogy munkaerő fölösleg képződik folyamatosan. Még egyszer mondom, hogy szerint, szerintem ne haragudj, de ez nincs így. Tehát, hogy ebben a pillanatban is 2010-hez képest a foglalkoztatási statisztikák szerint olyan 700 ezerrel dolgozik több emberrel, mint akkor, és szerintem most, hogy a gazdaság újraindul, most nagyon-nagyon sok további munkaerőre lesz szükség a turisztikában és minden más területen, és kétségkívül vannak olyan cégek, ahol egyébként amiket felszámolnak és munkaerőt bocsájtanak el, de Magyarországon hatalmas a... Tehát az is talán Európában a legnagyobb, de talán az egyik legnagyobb a beruházási ráta. Rengeteg új beruházás érkezik külföldről is, tehát a nemzetközi összehasonlításban is, amelyek egyébként folyamatosan veszik fel a, a, a munkaerőt. Tehát, hogy miközben, miközben az, az állítás hangzik el egyébként folyamatosan, és nagyon gyakran azt fogalmazzák meg, amit te mondasz, a számok meg azt mutatják, hogy hogy nagyon-nagyon sok új munkahely teremtődött az elmúlt időszakban. Körülbelül százezres létszámot valamivel meghaladó volt a munkahelyek leépülése a pandémia idején, így most már csak 700 ezerrel dolgoznak többen, de ha megnézzük az utolsó munkaerőpiaci statisztikákat, akkor azok már most nagyon jelentős javulást mutatnak. Én azt hiszem, hogy nyárra ezt meg nem kockáztatni, hogy nyárra jelentős, nagyon sok ágazatban nagyon jelentős munkaerőhiány lesz Magyarországon. Legyen így, bár mondjuk pont a kormány ellenségek nehezen vádolható Matolcsi György vezeti egy bank szerint is, meglapozatlanok ezek a fajta pozitív reménykedések a válság visszarendeződésével kapcsolatban. De most érjünk vissza a családpolitika, azon mégiscsak ez a legfontosabb kérdés. Tehát, hogy még például mondjuk a fidesz szövetségben lévő PISZ által vezetett Lengyelországban nagyvonalú és direkt készpénztranszfereket transfereket biztosító családtámogatási rendszer van. Tehát egy olyan országban, ahol abszolút ultrakonzervatív keresztény kormányzat vezeti az országot, tehát ők azt választották, hogy direkt készpénztranszfereket biztosítanak a családok számára. Addig Magyarországon a vele ideológiailag abszolút azonosságot vállalni tudó Fidesz vezette kormányzat, míg a válság alatt sem biztosította a készpénztranszfert ezeknek a családoknak, ahol nyilvánvalóan sokkal kevesebb a munkahely, sokkal kevesebb a lehetőség arra, hogy ezt a családi adókedvezményt, az adó jóváírást vagy az adó kedvezményeket igénybe lehessen venni. Nem politikai hiba-e így kezelni egy válságot? Még egyszer mondom, hogy szerintem vannak adatok. Tehát, hogy vannak érzések, és, és vannak ebben a pillanatban adatok is, amiket meg lehet nézni. Kétségkívül a 2020-as, mert a 2021-es adatok azok jóval később fognak kijönni. Tehát így konkrét adatokat ebben a pillanatban nem tudunk elmondani, de hogyha mindent összerakunk, mondjuk a válság előtti időszakig, 2019-ig -e látjuk a folyamatokat, akkor még egyszer mondom, hogy az látszik, hogy a szegénység Magyarországon rendkívül nagy mértékben csökkent, és az látszik, hogy a gyermekszegénység pedig még ennél is nagyobb mértékben. Tehát akkor nem itt azokra a kritikákkal, amik azt mondanak, hogy a Fidesz iskolarendszer rendszer egyrésztről növelte a szegregáltságot, másrésztről a családpolitikája kifejezetten fölfelé osztott, és a magasabb társadalmi státuszokat segítette jobban. A magasabb stát társadalmi státuszokat segítette jobban, de nagyon jelentős mértékben járult hozzá a szegénységnek a csökkenéséhez is. Ez kimondható, hogy ez egy Fideszes vállalás? Tehát, hogy a ti társadalompolitika képetek úgy néz ki, hogy a felsőbb társadalmi státuszokhoz kötitek a teljesítményeket, és őket jutalmazzátok ahhoz, hogy ők könnyebben és biztonságosabban tudjanak tervezni gyermekvállalással, jövő tervezéssel kapcsolatban? Azt kimondható, hogy a középosztályra is odafigyelünk, erőteljesen, de azt is meg lehet nézni, hogy, hogy egyébként a szegénység az nem véletlenül csökkent Magyarországon, hát 800 ezer emberrel dolgozott több. Meg lehet nézni, hogy a minimálbér az hogyan növekedett Magyarországon. Tehát mi egy különösen... A szintjét, Máriusz. Különösen, különösen, különösen 17... Bocsás, mert, Tehát mi mindig nem érje el a létminum szintet. A létminum az egy ilyen furcsa, létminum az egy ilyen furcsa számítás, de még egyszer mondom, hogy a, ha megnézzük, hogy... miért furcsa számítás, bocsáss meg? Hát nem, tehát a létminum számítás az, az, nem egy olyan számítás, amit az Európai Unióban összehasonlítható módon tesznek. Ez egy, ezt valamit kiszámolnak létminumnak, és akkor ahhoz képest olyan viszonyítani. Nem véletlen, hogy egyébként a KSH ezt a fajta létminum számítást egyébként el nem is alkalmazza. Most az elmúlt négy a 20 percben elkezdett használni a, még egyszer mondom, fordulatot. Ez még a kormány szövővői korszakodnak a retorikai eszköztárából jött ide elő? Nem tudom, de véletlen volt akkor, majd innentől kezdve figyelek, hogy ez ne legyen így. Én most általánosságban kérdezem, hogy nem volna kívánatos az, hogy az állam és az önkormányzatok elköteleződjenek amellett, hogy a lakhatás az egy alapvető jog, aminek a gyakorlását, megvalósulását állami önkormányzati eszközökkel kell segíteni, és alapvetően nem a profitabilitást kell vizsgálni, hanem azt, hogy emberek lakásokba kerüljenek az utca, vagy pedig az ilyen komfort nélküli bungalók helyett. Ével az állítással én, én nagyjából egyetértek, de azt el kell mondanom, hogy kőbányán még mindig nagyon nagy az önkormányzati lakásoknak a száma, és nagyon nagy... A országos viszonyban sajnos nem mondható el drámaja lecsökkentek a kormányzati lakásoknak a számai. A kőbány... kőbányáról, kőbányáról beszélek. Kőbányán legutolsó számokat nem tudom, de még mindig nagyon nagy az önkormányzati lakások száma. Én ott is csökkent a rendszerváltás óta. Hát persze, hát rengetegen megvásárolták az önkormányzati lakásukat, de még mindig nagyon nagy az önkormányzati lakások száma, ahol egyébként nagyon kedvezményes piac... piachoz képest, nagyon kedvezményes feltételekkel biztosítunk lakhatást az embereknek. Most tényleg az a helyzet, hogy rengeteg igény érkezik, úgyhogy ezt messze-messze nem tudja a kőbányai önkormányzat kielégíteni, de de az az állítással is egyetértek, hogy különösen mi az elmúlt időszakban a lakásárak azok sok mindennek köszönhetően felrobbantak, mondjuk különösen 2014 óta, ezért valóban most nem könnyű lakáshoz jutni, kimondottan nehéz, és Matolcsi György ezzel kapcsolatban te is idézted, én is, én is idéznem, hogy kimondtan forszírozná, hogy egy önkormányzati lakásépítési program induljon, illetve nem önkormányzat, állami program lakás... Egyet akkor a kritikájával? Én egyetértek el a Györgyel ebben az ügyben, teljesen egyetértek értek akkor támogatnád azt, hogy a kormányzat sokkal intenzívebb bérlakásépítési programokat működtessen. Szerintem erre, ebben Matolcsi Györgynek igaza van, egyetértek vele. Mi nem terjesztettél be erről törvényt? Hát nem tudom, hogy ezt a törvényben kellett szabályozni, ez inkább költségvetési, inkább költségvetési kérdés. Nyilván lehetett volna beterjesztened bármit erre vonatkozóan? Bármit, igen. Ez költségvetési kérdés, nem, nem, nem. Még egyszer mondom, hogy a saját szakterületemmel foglalkozom, de ha van ilyen előterjesztés, azt szívesen támogatnám. 2015 harcos kritikusa voltál a híd gyülekezetének több publicisztikát is szentelt annak, például Haraszt Miklóssal vitatkozva, aki akkor SZDSZ-es képviselő volt, hogy azokat a cikkek, amiket ő írt a New York Times-ban, azokba bele kéne foglalni azt is, hogy egyébként az SZDSZ akkori szövetséges a hídgyülekezete milyen visszás kijelentésekre vetemedett már itt annak vezetője Németh Sándor. Idéznék ebből a cikketből. A hídgyülekezete ellen idegen gyűlölet és más nemzetiségek elleni úszítás témakörében ügyészségi vizsgálat folyik. Nem szívesen teszem, de szavai malátámasztására szükségesnek látok leírni néhány idézetet a híd gyülekezetének vezetőjétől, német Sándortól. Idézetek következnek. Az arab előbb terrorista, aztán ember. Vagy a feketék képtelenek felfogni, hogy gyermekük született. Vagy Lady diana azért kellett meghalnia, mert bűnös kapcsolatban élt egy arabbal. Német Sándor vezető lelkész a Spanyolországot, Portugáliát, és azt állítja, hogy a római katolicizmust Mussolini és Hitler alapította. Ugye a hitgyülekezete jelenleg a Fidesz számára egy fontos társadalmi szövetséges. Mi változott? Hát ha ezeket a mondatokat idéztem, akkor ezeket valahol nyilván találtam, úgyhogy, úgyhogy ezek nem is ismereltek be, úgyhogy szerintem ezek a mondatok megállták a, a helyüket. Ha gyülekezete az, az Magyarországon ma, a negyedik vagy ötödik legnagyobb, legnépesebb egyház, és ennek alapján nem, nem különösen közeli szövetséges, nem általános szabályokat hoztunk a, az egyházaknak a, a, meghatározására, hoztunk egy ezzel kapcsolatos törvényt. Ennek kapcsán többen megtámadtak minket, hogy ez most Ezt igen, igen, egyet is értettem vele. Ennek alapján többet meg, többen megtámadtak minket, hogy ez a hídgyülekezetről szól. Valójában nem általános szabályozást hoztunk, és a hídgyülekezete az egy akkora egyház lett Magyarországon, olyan sok követője van, hogy nem is lehetett olyan kategóriát hozni, hogy ő ne férjen bele az egyházak kategóriájába. De nem is volt ilyen szándék. De miért támogatod a hídgyülekezetének egyházi státuszban maradását, ha közben korábban német Sándor rasszizmussal, sőt szélsőségesen lealacsonyító kijelentések megtételével vádoltad, és ezt problematizáltad? Még egyszer mondom, hogy ami, Még egyszer mondom, még egyszer mondom, visszavonom. Tehát amikor, amikor ezt a törvényt megszavaztuk, akkor semmilyen zsolték terjesztették elő, ezt emlékeim szerint, és meghatározták, hogy a, az egyházi minősítésnek, vagy később bevett egyház, talán ez a minősítése volt a, a második után, milyen kritériumai vannak. És teljesen természetes volt, hogy aki ezeknek a kritériumoknak megfelel, az egyház. Úgyhogy a megszavazásomnak az a, az a lényege, hogy arra szavaztam, hogy milyen kritériumok alapján határozzuk meg az egyházat, azzal egyetértettem, és aki ezen kritériumoknak megfelelt, az teljesen természetes, az egyház is lett, egyház is maradt azóta is. Szerinted Német Sándor a kereszténység szelleméhez méltó egyházi vezető? Én katolikus vagyok, én sok mindennel nem értek egyet, amit Német Sándor mond. Például? Például, hogyha ilyeneket mondott, mint amiket itt az előbb, előbb idézetként elmondtál, azzal biztos, hogy nem értek egyet. Katolikus egyházal kapcsolatban is voltak olyan megnyilvánulásai, amivel nem értettem egyet. Ugyanakkor azért nem menjünk el amellett, hogy a 90 és legalább 98 közötti időszakban, de lehet, hogy még tovább is, azért a hídgyülekezete nem a Fidesz-t támogatta, hanem, az SZDSZ mellett. Tehát sokszor egyébként egy kopogtató a gyűjtésben is segített neki. Neked is segített egy egyházi személy a kopogtató cédből a a, a a 2002-es kampányban? 2002-ben a, ha jól emlékszem, a két plébának közül a, a, a Kada cédlő. utcai, Kada utcai plébános bejelentette, hogy nála is lehet adni a kopogtató cédulát, és volt, akik kell is adták nála. Igen. Azon gondolkoztam, hogy a Kada utcai, vagy a Sörgyár utcai, de a Kada utcai plébános volt. Mi változott? Tehát érted, azzal vádolod megalapozottan a hídgyülekezetét, korábban segítette az egyik politikai oldalt, és egyébként kopoltató cédulák is biztosított számára segítséget, de közben te magad is ezzel a gyakorlattal bizonyos mértékig éltél. Vádolod azzal a hídgyülekezetének a vezetőjét, hogy rasszista és lealacsonyító kijelentéseket tett, ennek ellenére az egyházi státuszba vételét támogatott később, mikor hatalomra kerültök. Nem, nem vádoltam, mint a tény mondtam, elmondtam, hogy a hídgyülekezet. A cifre, is írsz róla, azt mondod, a hogy híd... az lenne kívánatos, ha ezekről is Haraszti Miklós tudomására hozná a New York Times olvasóközönségének, közönségének, hogy a politikai szövetséges, a hídgyülekezetére utalsz, milyen politikát folytat. Teljesen jogos szerintem, és megalapozott ez a kritika, teljesen megalapozott. 2010 után viszont ti ugyanúgy támogatói vagytok ennek a társaságnak. A hídgyülekezete az Magyarország, Magyarország egyik legnagyobb egyházává lett az alatt. 2000, 2000 előtt is nagy volt, de a növekedés az folyamatos volt és arról döntöttünk, hogy mi az egyházzá válásnak a kritériuma. Tehát nem személyre szabott döntéseket hoztunk. 2016. júniusától vagy a, és muszáj olvasom, nem tudom fejbe mondani, kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos. Um, ugye 2011-ben csináltál ez az azonnal egy interjút, amivel beszéltél arról, hogy a kerékpározásnak a helyzetét hogyan kellene fejleszteni, akkor arról kérdeztek téged, hogy a nagykörúti bringasáv kérdése mikor válhat valósággá, akkor ugye még Tarlós István volt a főpolgármester, egy rendkívül tartózkodó nyilatkozatot fogalmaztam meg, amelyben nem kritizálta a Tarlósnak az ilyen irányú esetleges mulasztásait. Hogyan értékelettük hogy Karácsony Gergely bevezette a nagykörúti bringasávot? Sokan megkérdezik ezt tőlem azt kell mondjam, hogy, hogy ebben az ügyben a fővárosi önkormányzat abba az irányba mozog most, ami a világtrend. Tehát, hogy egészen egyértelműen látszik, hogy a pandémia után számos, számos nagyvárosban a kerékpározásra tettek, pont azért, mert kevéssé akarták az emberek a közösségi közlekedést használni. És ennek érdekében, hogy ez elég egyértelmű legyen, lefordítattuk Jeff Specknek a könyvét, Vitézi Dávid, az az érdekes, mert Puzsér Robert ugye a Sétálható Város előző könyvéből kampányolt. Úgy tűnik, hogy Karácsony Gergelyek is ebből dolgoznak részben, és mi pedig ezt a könyvet, vagy ennek a következő részét a 101 egy élhető városért lefordítattuk, és lefordítattuk az angol kerékpáros stratégiát Boris Johnson előszavával is, ami egyébként szintén azt mutatja, hogy hogy ez az irány, független attól, hogy liberális városvezetés, vagy kormány van, vagy konzervatív, mindent abban az irányba gondolkoznak, hogy, hogy a fenntartható közlekedés irányába mozdítsák el a városokat, és a városokat élhetőbbé tegyék. Erre egyébként, hogy ezek a kerékpárutak jók legyenek, erre forrásokat is kell szánni, tehát érdemes mind a mind az autóforgalomtól, mind a, kerek, mind a gyalogosoktól elkülönteni a kerékpáros forgalmat, és szerintem számos helyen ezt jól oldotta meg a fővárosi önkormányzat, tényleg abban az irányba mennek, mint amilyen irányba a világ megy, viszont van, vannak olyan helyek, ami hát biztos, hogy kívánni valót hagy maguk után, és akár jobban is megoldhatók lett. akkor van. azért az semmiképpen sem jelenthető ki ilyen sommás, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan lenne. Karácsony Gergely ebben a Hát ennek az ügynek, mondjuk úgy, hogy ennek az ügynek a kapcsán nem jelenthető ki, tehát Karácsony Gergely ebben az, irányba, ebben az ügyben többé kevés a világtrendeknek megfelelő van halad. Máriusz, a ti generációtoknak volt a lehetőség és a felelőssége, hogy Magyarországon demokratikus állapotokat hozzatok létre, mint ami 89 előtt volt. Ehhez kaptátok mindig is a mandátumot és a felhatalmazást a választottól, szerintem, szerintem ebben nincsen vita közöttünk. Nem ez is történt. ehhez képest 2010 óta egy olyan országban élünk, ahol a politikai vezető, nem áll ki vitára az ellenérdekelt felekkel, a politikai versenytársaival, megtagadja azt, hogy egy nyilvános beszámolásban számot adjon a gondolatairól. Az ellenzéki oldalon nem nagy tömbök vannak, hanem sokféle közepes vagy annál kisebb pártok próbálnak most koalícióra lépni, és 2018 ban is ez volt a helyzet. Miért ne lehetett volna szervezni egy négyfős miniszterelnök jelölti vitát például? Hát um van három ember, aki szidja Orbán Viktort, ez nem egy jó felállás, nem? Akkor a legnépszerűbb, vagy a legnagyobb társadalmi támogatottság Ezt rendelkező párt miniszterelnök jelöltségével miért nem lehetett kiállni azt a Orbán azt, Viktornak? Azt nehéz lett volna eldönteni abban a pillanatban, abban a pillanatban, hogy, hogy, ki. De Teljesen egyértelmű volt, hogy van a Gábor. Teljesen egyértelmű. Minden kutatás szerint. A jobbik volt a, legnépszerűbb párt abban a, a pillanatban az ellenzékik körül, de ha a baloldalt bal összeszámoljuk, akkor az volt olyan erős egyébként, mint a, a Jobbik, emlékeim nem szerint. Nem indultak együtt, külön indultak. Tehát a legerősebb párt, aki indult a Fidesz ellen, az a Jobbik volt, az ő miniszterelnök jelölcsük Vona Gábor. Miért nem állt ki Vona Gáborral egy vitára Orbán Viktor? Szerintem egész egyszerűen nem volt nem volt ez a politikai, nem volt politikai érdeke a Fidesznek, nem volt érdeke a Fidesznek vona Gábort politikailag emelni. Ráadásul... bocsáss meg, hát mögötte 20 szavazó. Hát és a, a másik, a baloldal mögött, tehát egy, megint legalább 20 szavazó, és onnantól kezdve egyébként egy vitával, azt te sem gondolhatod komolyan, hogy van egy, egy jobbik Fidesz miniszterelnök jelölt közötti vita, és azt mondjuk a baloldali pártok azt szó nélkül hagyják. Hát nyilván elemi érdekük lett volna tiltakozni ellen, és követelni, hogy velük is legyen vita, és már is belecsúszunk egyébként abba a helyzetbe, amiről beszéltem. Most ebben az időszakban, hogyha tudnak egy közös miniszterelnök jelöltet állítani, akkor biztos, hogy más lesz a helyzet. De az elmúlt választásokon, elmúlt választásokon ez már te is hogy ez egy technikai jellegű megúszása most a válaszadásnak, akkor lehetett volna a lista vezetők között is egy vita, akik egyébként megszerzik a jelölt állításhoz, a lista szükséges megfelelő számú aláírást. Egy ilyen vitán, ugye Orbán Viktor volt a Fidesz listájának a vezetője, lista vezetői vitára miért nem került sor most már három választás óta? viszonylag egyértelmű, mint előbb mondtam, nem volt ez a Fidesznek a politikai érdeke. Ráadásul, hogyha nézzük. az ország érdeke legalább nem számít ilyenkor? Hát ez miért ellentétes az ország érdekével? láthatólag ellentétes, hiszen nyilvánvalóan az ország, a demokráciánk érdeke az, hogy legyen vita, lehessen megalapozott döntést hozni, lehessen tájékozódni a különböző elképzelésekről. Szerintem, szerintem hát több probléma van ezzel. Nem tehát megnézed a parlamentbe, hogy mi folyik mondjuk az azonnali kérdések órájában, az, az nem vita, az egy nagyon durva, nagyon durva, sokkal durvább, mint 98 és 2002 Ez, volt. ez, ez nagyon adatlan. durva, nagyon durva. Vissza. ez Nagyon durva karaktere, gyilkosság, és nagyon sokat romlott a parlamentnek a... A parlamenti hozzászólásoknak a, a, a színvonala, a durvassága az minden eddiginél sokkal keményebb. Értelmes vitára ebben a pillanatban szerintem Magyarországon semmi lehetőség nincs, és itt senki nem a senki nem a politikai programok elmutatása. Ez már De senki nem a politik, nem a választók, azok teljesen pontosan tudják egyébként, hogy a Fidesz kormány az milyen irányba megy, és, és mi várható. Abban, amikor azt mondjátok, hogy ennyi? A Fidesz kormánynak te is pontosan tudod egyébként, hogy milyen döntései vannak, és milyen úton fogunk szóval, tovább az volt menni. a választási ígéret, hogy folytatjuk. Hát de, de, folytatjuk a családpolitikát, a múlt, tehát, hogy, hogy ezt lehet tudni, hogy a, Fidesz... Civilek vagy a családpolitikát, a menekültek vegzálását, vagy az iskoláknak a fejlesztését. Tehát, hogy ezt folytatjuk nárom, hogy ez egy komolyan vehetetlen kampányigéret. Ez, hogy a civilek vegzálása, az, azt kell mondjam, hogy sokkal több civil hát Én magam több civillel vagyok kapcsolatban. Azok a civil szervezetek, akikkel kapcsolatban vagyok, azok több egy százalékos felajánlást kapnak, mint, mint, azok, akik problémásnak jelentik be magukat. Tehát, hogy az a civilek vegzálása, az, az mindig ilyen, ilyen jól hangzódó, de igazából alapja nincs. Vannak olyan civil szervezetek, amelyek látens politikai szervezetek, akikkel van feszültsége, nem kevés a kormánynak, de ennél egyébként nagyságrendekkel, nagyobb mennyiségű számú civil szervezettel működik a kormány kiválóan együtt. Három-három hetente van a parlamentben azonnali kérdések órájában vita nem tudom, le nevezhető -e vitának, ahol a sajtó részletesen beszámol róla, és három hetente ott vita helyett durva sértések vannak mindenféle, mindenféle, szempontból, mindenféle témában. Ezt előírja egyébként, előírja egyébként a parlamenti házszabály, és a miniszterelnök ezeknek a vitáknak rendszeresen, még egyszer mondom, három parlamenti ülésenként eleget tesz iszonyú veszélyes precedens teremtetetek, Máriusz, és nem hiszem el, hogy ne látnád be ennek a, 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 következményeit, mert lesz olyan pillanat, amikor a politikai jobbolnak nem Orbán Viktor lesz majd a vezetője, nem tudjuk, hogy mikor lesz, de lesz ilyen felteltően valamikor majd. Örökké hivatkozható marad, hogy soha nem vállalta ezt a vitát, és lesz olyan, amikor ti lesztek inkább érdekeltek abban, hogy ilyen vita létrejön. Lehet, hogy nem te, de mondjuk például az a generációkra utaltál most a Fideszben, és ők fogják majd akkor számok érni azt, amit most az ellenzékért számon rajtatok, és nagyon komoly precedens teremtettetek arra, hogy akkor majd könnyűszerrel söpörjék le ezt a kívánalmat, miközben ez egy alapvető kívánom lenne, tök mindegy, hogy kié a hatalom, hogy demokratikus vitára sor kerülhessen, legalább ennyi megtörténjen ahhoz, hogy beszámoltatás és valamilyen módon ismeretszerzés lehetséges legyen a választópolgárok körében a vezető gondolataival kapcsolatban. De még egyszer mondom, hogy ez rendszeresen megtörténik a parlamentben. Tehát, hogy, hogy, most is, tehát, hogy, hogy, Orbán Viktor miniszterelnök szerintem három alkalom, egy 5-6 ellenzéki képviselő, akik között egyébként miniszterelnök jelöltek is vannak szép számmal, ott a parlamentben hát vitának nem nevezhető módon megütköznek, tehát néha krumplis zsákokat hajgálnak, piros lapokat mutatnak, a legalapvetőbb tényeket legalapvetőbb tényekkel szemben fogalmaznak meg legdurvább vádokat. Tehát, hogy ez folyamatosan történik. Tehát, nem lehet, adott, hogy ez nem helyettesíti például a tévévitát, nem helyettesítette, helyettesítette, volna például a 2006-os tévévitát, ami Orbán Viktornak rendkívül fontos volt abban a szempontból, hogy bebizonyosodott róla, hogy nem feltétlen az a vezető, amit szeretett volna magára mutatni, és Gyurcsány Ferenc győzelmi, ez nyilvánvalóan hozzájárult valamilyen szempontból, de mondok mást, 98-ban Orbán Viktor felteltően nem szerepel a jól a választásokon, hogyha Horgyulával szemben azon az elhíresült vitán nem mutatja fel a kormányzó a retorikai felkészültség, és így tovább. És mikor, attik, mikor, és mikor, került sor arra a vitára? Melyikre, bocsáss már a kettő a Orbán, a Horn, Horn Orbán, Viktor vitára. 98-ban. De azon belül mikor? Hát a választások alkalmával. Az első fordulót követően. Tehát, hogy... A hát bocsáss, de a fordulós rendszert, azt meg ti vezettétek ki a választási Igen, de, de igazából ott is az arról volt szó, hogy Hongyula egyáltalán nem akart kiállni se Orbán Viktorral. Végül rákényszerült? Se, végül, végül rákényszerült, mert rákényszerült, mert mert azt, az volt a politikai érdeke, hogy azt látta, hogy az az egyetlen esélye, hogy a választáson ne nyerjen, hogyha erre a vitára kiállt. Oké. Okay. Tehát, tehát Horn rákényszerült, de Horn -Gyula az egyébként kerülte a vitát mindaddig, amíg tudott hátrálni, amikor a fal volt mögötte, akkor vitázott. Tehát, hogy ez volt a, ez volt a helyzet. Tehát a vitára két forduló... Akkor lesz majd vita Orbán Viktorral, hogyha majd neki a politikai érdekei ezt megkívánják. Azt gondolom, igen. Tehát akkor ebből a szempontból Orbán Viktor Horgyula tanítványa. Ezt... A... Ez, ez, szerintem ez az állítás, ez nagyon-nagyon messze, nagyon -nagyon messze, van a, nagyon -nagyon messze, van a valóságtól. Jó. No, egy utolsó kérdéskörünk van még, amit mindenképpen szeretnék veled átbeszélni. Ugye a 2019-es vagyonnyilatkozatok alapján nálad 4 millió forint volt feltüntetve megtakarításként, Orbán Viktornál nulla forint. Te ezt elhiszed? Hát most ugye az a kérdés, még mindezen túl, hogy a 4 millió forintot nekem fel kellett volna eltüntetni. Egyébként valójában nem. Mert a, 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 szabályozás az úgy szól, hogy a képviselői alapjövedelem hat havi összegét meghaladó... Az összeg... Mennyi nagyságrendileg az ilyen 9 millió forint? Hát most, most a most 1 millió 4, akkor szerintem, szerintem az, az kevesebb. Nem, az akkor kevesebb volt, akkor szerintem 2019-ben. Hát mondjuk olyan minimum 6-7 millió forint. Tehát az az igazság, hogy nekem a... Orbán lehet, hogy van 7 millió forint zugjövedelme. Hát nem, nem zúg jövedelme, az, ha annál kevesebb, akkor azt a mostani szabályozás szerint nem kell beírni. Tehát, hogy ha valaki nem ír be Miért sem. Miért nem írja be, akkor most komolyan miből állna odaírni, hogy ha van valóban ilyen jövedelme? Hát pláne az ország első embere, hogyha egy ilyen transzparencia kíván, nem tud eleget tenni, Hát van egy szabályozás. A szabályozás azt mondja, hogy azt az összeget kell be, akkor kell beírni az összeget, hogyha a hat havi alapjövedelmet... Hát te valamiért fontosnak érezted, hogy beírt, hogy van 4 millió forint megtakarításod. Az, az igazság, hogy vívottam, rajta mindig, hogy beírjam -e a megtakarításokat, vagy hát sem, és mivel egyszer úgy döntöttem, hogy beírom a megtakarítást, még akkor is, hogyha a hat havinál kisebb, én azt követően mindig beírtam a, a megtakarításaimat, akkor is, hogyha a hat havinál kisebb összeg volt. De tehát tényleg, hogyha valaki nem ír be semmit, az azt jelenti, hogy, hogy az 1,4 millió forintot, most, ami a mostani keret, azt megszorozzuk hattal. Tehát, hogyha ha ennyi pénze van, ez nagyság de 9 millió forint, ha ennél kevesebb van, akkor azt most nem kell beírni. Tehát ez a, ez a szabály, így kell eljárni. De te elhiszed, hogy Orbán Vitton, a maximum 9 millió forint megtakarítása lehet? Én simán elhiszem. Abszolút. 2010 óta. Hát elküldheti a pénzt, tehát hogy, hogy kinek -e, milyen megtakarítása van, az nem csak a tofi. Bocsáss meg, akkor az azt is meg kell nézni. Azt az is... a politikai vezető képességeit, vagy a gazdálkodási képességeit minősíti Orbán Viktornak, hogy, felt, hogy maximum 9 millió forint megtakarítása lett téged idézve, de közben a falusi kispajtása, a gyerekkori komája, az 500 milliárd forint nagyságrendű gazdasági hatalmat tudott realizálni az ő kormányzása alatt. De most, most ne haragudj, tehát hogy kinek milyen, tehát Orbán Viktor az vagyonosabb, mint én, az a vagyonnyilatkozatából is kiderül. Hát a készpénztartalékát tekintve nem? Hát de az embernek a vagyona az nyilván nem csak a készpénztartalékából áll. Hát ha... Hát jó, hogyha mit tűnt. tehát érted? az a kérdés, az a kérdés, Már bocsánat, bocsánat, ne arra, hogy... Ez egy ország, arról szól, hogyha egyébként tönkre megy a mosógép Horván Viktoréknál, akkor a vagyon nyilatkozata alapján annyi pénze nincs, hogy kihívja a szerelőt, vagy esetleg lecserélje a gépet. annyi pénze, annyi pénze van, mert lehet 9 millió forintja is. Máriusz, azt kérem, hogy azt mondjuk, hogy mit üzensz azoknak a polgártársaknak, akik nézik ezt az interjút. És ahogy mondtam, vannak köztük fideszesek is. Szavazóitok. És azt mondják, hogy mindent leszámítva, az a vagyonosodási mérték, amit például Mészáros Lőrinc, Tiborcs István, Garancsi István és így tovább, tehát a Fideszes Holdudvar, gazdasági vállalkozói Holdudvar körében tapasztalt az elmúlt tíz évben, az egész egyszerűen obszcén. Azt üzenném ezeknek a polgártársaknak, hogy nézzék meg azokat az eredményeket, mind gazdaságpolitikában, mind minden más területen, amit egyébként a kormány fel tud mutatni, és szerintem ne tegyék a kockára ezeket az eredményeket, azért a gazdaságpolitikai álmok futásért, amit 2010 előtt itt mutattak ebben az országban. Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, aki a kerékpározási szokások megerősítésért, fejlesztésért is felel, vándortábort szervez, ezek nem konfliktusos tevékenységek, ezek nyilvánvalóan széleskörű népszerűségre adnak okot, Ő, politikai oldalatot függetlenül tudja őket támogatni nagyon-nagyon sok ember. Ezért kérdezem azt, hogy mit gondolsz erről a jelenségről, amit ugye az ellenzéki nyilvánosság úgy ír le, hogy az ember arcu Fideszes, akinek ugye a mintapéldányaként Pokorni Zoltán szokták emlegetni, de sokszor fölmerül a teneved is, mint aki ebbe a kategóriába sorolható. Mit gondolsz erről a kategóriáról? Egyetértesz vele? De honestálónak tartod? Mit gondolsz erről? Hát de honestálónak semmiképpen sem tartom, és most valóban egy olyan politikai életszakaszban vagyok, amikor, amikor amikor valóban kevesebb a konfliktus, bár amikor a polgármesterekkel próbálok egyeztetni, egyezkedni, hogy merre menjen a bicikli és nem tudunk megállapodni, akkor akkor azért itt is, itt is van. Én egyébként ezzel együtt igyekszem itt nagyon sok civil szervezet is bevonni a munkába, tehát az összes kerékpáros szervezettel, Szeosszal, Vizi Magyar, tehát a Vizitúra Szövetség, tehát mindenkivel, mindenkivel együtt dolgozunk és, és én ilyen, alapvetően ilyen kooperatív, kooperatív, embernek tartom magam. Most sem, most sem szaladok el a politikai konfliktusok elől, de valóban most egy, egy olyan területen dolgozom, és nagyon nagy nagyon nagy szabadságot kapok egyébként ezen a területen, tehát minden kreativitásomat kiélhetem, ami egyébként kevés konfliktusos. Ami konfliktus meg van, azt meg igyekszünk jó kezelni. Tehát, hogy nagyon elképesztő munkatársaim vannak, nagyon elkötelezettek, van, aki 600 kilométert biciklizik egybe, van, aki futással jár be Nagykovácsiból a munkahelyre, tehát hogy, hogy, tényleg, és emellett még szakmailag is, szakmailag is a toppon vannak, nagyon sokat járunk vidékre, és hogy egyébként ez az egész Aktív Magyarország projekt így működik, az tényleg annak köszönhető, hogy iszonyú mennyiségű egyeztetéssel veszünk részt. Tehát most ebbe az időszakban, ami a pandémiás időszak volt, itt volt, hogy napi 7-8 zumos megbeszélésünk volt, de igazából abban hiszünk mindannyian, mondhatom itt a kormánybiztosságon, az aktív Ökotózikai fejlesztési központban, hogy érdemes lemenni helyszínre, ott felmérni az igényeket, elképzeléseket, azokat összegyúrni, hogy mégis egy ilyen támogatható dolog legyen belőle, és amögé odaállni. Tehát, hogy mi nagyon-nagyon sok fejlesztést tudtunk támogatni. Itt megjelent ez a Lendületben című kiadvány, amiből az elmúlt fejlesztéseket összerakjuk, és ebbe, hogy a teljesen transzparens legyen a dolog a tavalyi évről, mindenkit, aki bármiféle támogatást kapott, szervezettel, címmel, összeggel ellátva feltüntettük, mire kapta, és így legalább az ellenzéknek nem kell ilyen közérdekű adatigénylésekkel foglalkoznia. Bárcsak a kormányzat minden része hasonló nem kell, a, végezni a munkáját. Nem is kell is. közérdekű adatigényléssel foglalkoznia, mert ráadásul minden ellenzéki képviselőnek ezt online formában el is juttattuk, úgyhogy tényleg hogy múltkor hallgattam egy ilyen rádió műsor, ami arról szólt, hogy ki milyen állást tudna elképzelni magának, hogy van, aki ágymatrac tesztelő lenne, meg nem tudom, mindenféle dolog elhangzott, hogy én gondolkoztam a kocsiban, amikor ezt hallgattam, és az arra jutottam, hogy én igazából aktív Magyarországért felelős kormány biztos szeretnék lenni a jövőben is. Gondolsz arról, hogy miközben az életedet tetted fel az oktatáspolitikára, abból semmit nem vett át kormányzaton a Fidesz, ez, és neked most ez viszont nem 2016 le, le, le. óta van egy másik lehetőséged valamilyen módon a politikai életművedet kiteljesíteni, és én nem tagadom ezeket az eredményeket, szerintem ezek eredmények. De mégsem említhetőek egy lapon ahhoz, hogy mi lenne, hogyha végre lenne egy olyan oktatáspolitika kormányzaton, amit te ellenzékben propagáltál. Szerintem ebbe az irányba megy az oktatáspolitika, továbbra is, továbbra is ezt gondolom, és én nem becsülném le egyébként ennek a, területnek a jelentőségét sem, hiszen ahhoz, hogy a várható élettartamunk növekedjen, hogy többet mozogjunk, az egyébként itt a különböző pandémiás adatokból is látszik, hogy mekkora problémát jelent az, hogy Magyarország, Magyarországon az egészségtelen életmód az ennyire elterjedte, mekkora gondot jelent, hogy a világ mondjuk a kétes, harmadik helyen állunk az elhízottságot tekintve. Tehát én ezt nem becsülném le egyébként ennek a jelentőségét, Ugyanakkor, ugyanakkor továbbra is nagyon fontosnak tartom, hogy az oktatás területén is abba az irányba menjünk, hogy egyetlen embert sem veszítsünk el. Nekem ez személyesen is nagyon fontos. Akikkel én egyetértettem oktatáspolitikában, azok kiszorultak. Utána én nem akartam ebben részt venni. Utána, amikor újabb változás történt, addigra meg már más feladatom volt. Tehát nem csak ez a feladat volt, hanem hanem előtte két-három éven keresztül ugye a népesedés politika területén azt hiszem, hogy olyan törvényekkel sikerült előre menni, ami egyébként a mai napig meghatározó jelentőségű, és igazából arra is nagyon büszke vagyok. Ugye az ember arcú fideszes kategóriával szemben azért ott van az a fölvetés is, hogy bár amivel például te foglalkozol, annak a társadalmi népszerűség elfogadottsága nyilván rendkívül magasan van, de hogy ezzel bizonyos értelemben ti segítetek elfogadhat, elfogadhatóbbá tenni azokat a társadalompolitikai intézkedéseket, azt a politizálást, amit a Fidesz egészében visz. Tehát egyébként a kormányzásért viselt morális felelősség az titeket is ugyanannyira sújt, mint a top kategóriás politikusokat. Úgyhogy én csak egyetlen dolgot szeretnék záró kérdésként neked. Egyetért esze, hogy a kormányzás minőségért viselt morális felelősségben a te szereped ugyanannyi tér és ugyanolyan súlyjal van jelen, mint bármely más képviselőtársadé a kormányban. Egyetértek vele, és hogy egy kicsit még élesebbé tegyem a, a, helyzetet a végén. Én igazából büszke vagyok arra, hogy ennek a kormánynak a, ennek a, kormánynak a támogatója lehetek. Jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és gyere majd máskor is. Köszönöm szépen. Nem volt egy könnyű beszélgetés, de Próbáltam állni a sarot. Ez volt a beszélgetésem Révész Máriusszal, Fideszes Országgyűlési Képviselővel, Kormánybiztossal. Hogyha érdekel a teljes beszélgetés, nem csak ez a vágott verzió, akkor egyrészt látogass el a podcast platformjainkra, ahol korlátozás nélkül meghallgathatod a teljes beszélgetést, vagy pedig fizess elő a Pétidanon keresztül a Partizánra, és akkor hozzáférhetsz képben is a teljes vágatlan Nemcsak Nem csak ehhez az interjúhoz vonatkozóan, hanem a korábbi interjú bármelyikét is vissza tudod nézni. Mindenképpen iratkozz a csatornára, ha mi nem tetted volna, meg használd a like, illetve a dislike gombokat a véleményed kifejezéséhez. Ha pedig bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbinak Partizán társalgó a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ha követné minket az Instagramon, akkor ott Partizán politika címen találsz meg. Egyébként meg köszönöm szépen az érdeklődéset, köszönöm szépen a figyelmed munkatársaink nevében is. Hamarosan találkozunk, addig is, ciao!